Sziasztok, én Zoli vagyok, és menekültek ma is azért, és az oltalmazottak azért gyűltek ma ide a parlament elé, mert az integrációjukkal nincsenek megelégedve. A fő követelésük az az, hogy miután a bicskei menekülttáborból kikerülnek, legyen megoldva a lakhatásuk. Ugyanis az a veszély fenyegeti őket, hogy hajléktalanná válnak különböző csapdák miatt, és olyan szigorú feltételek miatt, amiknek nem tudnak megfelelni. A lakhatás a legnagyobb probléma nekik, és ezen szeretnének valamit javítani. Az ombudsman is tavaly, és az ENSZ menekültügyi főbiztossága is idén leírta a jelentésében, hogy a menekültek integrációja nincsen kitalálva. A szó szerint úgy fogalmaz az ENSZ, hogy nyomorúságos a menekülteknek itt az élete Magyarországon, és ez állami feladat, hogy ezt kitalálják közösen, több minisztérium együtt gondolkodásával, és hogy valamit csináljanak a menekültek érdekében. We want our rights! For the one! We want our rights! For the one! We need home! For the one! We need place to live! For the one! We need job! For the one! Kedd volt az első nap, amikor elkezdtek tüntetni. Akkor körül több mint 100-an voltak itt, anyukák és sok gyerek is. És ez egy szép napos idő volt, és az egy nagyon jó hangulatú tüntetés volt, és persze azzal, hogy komoly az üzenet. Ma péntek van, 3 nappal később megkapták már a választ a petíciójukra, a konkrét kérdéseikre a belügyminisztériumtól, és a belügyminisztérium egy, hát amilyen gyorsan, olyan semmit mondóan válaszolt. Gyakorlatilag kifelé a sajtó felé elmondta, hogy a menekülteknek mindenre lehetősége van, de ez nem volt egy érdemi válasz. És ezért gyűltek most ma is 3 nappal a keddi tüntetés után ide a parlament elé újra, mert nincsenek megelégedve a válasszal, és szeretnének konkrét válaszokat és konkrét megoldási javaslatokat kapni a minisztériumtól, a felelősöktől. Come out, please!